Mégiscsak volt itt már Vivien Redding, Rui Tavares, Judith Sargentini, Del Boscorfield, és akkor most itt van ez a Hollmeyer küldöttség. Valójában mindegyik ugyanazt vizsgálta. De éppen azért, mert ugyanazt vizsgálták, felmerül a kérdés, hogy azoknak a jelentéseknek, amiket ezek a küldöttségek Brüsszelben készítenek, van-e helyük, vagy van-e értelmük az európai jogalkotásban, rendszerben? Az európai jogalkotás rendszerében ezeknek konkrét következménye nincs, vagy konkrét szerepe nincs. Ezek politikai deklarációk, ezek gyakorlatilag vélemények, tehát az Európai Parlament által kiadott, az Európai Parlament frakciói által jóváhagyottos kiadott politikai vélemények, aminek hát az egyértelmű célja az, hogy befolyásolja a tényleges és érdemi döntéshozatalt. Azért a már szerkesztő úr említette ezeket a korábbi jelentéseket, arra azért, hogy hívjam fel a figyelmet arra, hát, ahogy mondjam, tragikomikus fejleményre, amit Újhely István európai parlamenti képviselőtől tudhattunk meg tegnap egy televíziós interjújából, ahol azt mondta, hogy ő már első olvasatban láthatta ezt az európai parlamenti készülő jelentést vagy állásfoglalást, és megnyugtatólag közölte a nézőkkel, hogy ebben olyan konkrét állítások lesznek, amik szembe a 7-8 évvel ezelőtti európai parlamenti határozatokkal már nem valótlanságokat, nem sületlenségeket, és ehhez nagyobb dolgokat fognak tartalmazni, hanem konkrétumokat. Konkrétan erről nyilatkozott, hogy 7-8 évvel ezelőtt voltak valótlanságok, voltak sületlenségek ezekben az európai parlamenti határozatokban, de most már nyugodjunk meg, mert most már ezek nem lesznek. Hát ez az egyik érdekes fele ennek a nyilatkozatnak, másik, hogy az első olvasat vajon mikor készült, még mielőtt az a bizonyos repülőgép felszállt Brüsszelből Budapest irányába, vagy legalább azt megvárták, míg hazaérnek, és akkor készítették el az első olvasatot? Hát annál is inkább, mert azért azt tudjuk, hogy ennek a nem olyan régen itt tartózkodott delegációnak a megjelenését az előzte meg, hogy ebbe a bizonyos költségvetési bizottságba, ahonnan ők érkeztek, a német multinacionális vállalatoktól érkezett panaszok alapján döntöttek úgy, hogy ezt a delegációt kiküldik vizsgálatra Magyarországra. Tehát gyakorlatilag érdemes, hogy a dolgok belső logikáját jól lássuk, szerintem érdemes abból a fókuszból kiindulni, hogy az Európai Parlament, ez gyakorlatilag ma Európában a legnagyobb befolyású és legjobban finanszírozott politikai és üzleti lobby szervezet. Tehát itt gyakorlatilag akik zöme, vagy hát a többség pillanatnyilag az európai parlamenti képviselők közül, akik tevékenykednek, azok gyakorlatilag olyan lobby aktivitásokat fejtenek ki üzleti és politikai téren, amik teljesen motiválják ezeket az általuk kialakított döntéseket. És így kell nézni, mert így érkeztek Magyarországra, és nem véletlenül nyilatkozták azt a vizsgálatok utáni sajtótájékoztatón, hogy itt a legnagyobb problémának azt látják, hogy a külföldi vállalatok, külföldi vállalkozások úgy érzik, hogy háttérbe vannak szorítva a különböző magyar kormányintézkedések vagy jogszabályalkotások következtében a magyar vállalkozásokhoz képest. Tehát itt gyakorlatilag összemosódnak politikai, üzleti érdekek, és ezeknek a hordozói az európai parlamenti frakciók gyakorlatilag ezeket az érdekeket érvényesítik, amikor megjelennek nálunk, és hát ezen érdekek mentén fogalmazzák meg ezeket a deklarációkat. Igen, mert ugye ennek az előélete azért érdekes volt, hogyha már itt a német multinacionális vállalatok meghallgatását és állítólagos panaszait említi, illetve tekintjük itt a kiinduló pontjának e küldöttség működésének, mert azért csak olyan hírek érkeztek, meg hát nyilatkoztak is érintettek, hogy nem mindenkinek a hangjára, nem mindenkinek a szavára, nem mindenkinek az ellenvéleményére voltak azért kíváncsiak ebben. Tehát ez egy ilyen
mondjam, végeredményét tekintve majd úgy néz ki, hogy oktrojált, előzményeit tekintve meg azért egy meglehetősen irányított párbeszédkezdés volt. Hát igen, pont ezért. Tehát amikor például az állami számvevőszéknél, amit műveltek, ugye a állami számvevőszék kénytelen volt egy külön nyilatkozatot kiadni arról, hogy ott mi történt. Tehát ott egészen egyszerűen olyan impertinens módon nyilvánult meg ez az egész küldetésük, hogy végse hallgatták az állami számvevőszék által előadni kívántakat abba a tárgyba, ami miatt elvileg egyébként ők érkeztek, hanem egy ilyen folyamatos, ilyen számonkérő stílusba próbálkoztak föllépni ottani szakemberekkel szemben, és hát ebből lehetett látni azt, hogy itt teljes prekoncepció van, tehát itt teljesen mindegy, hogy ki mit mond. Ez az egész, ez egy alibi látogatás, ami azt a célt szolgálja, hogy az Európai Bizottságot befolyásolják majd egy európai parlamenti állásfoglalás útján abba az irányba, hogy lehetőleg minél később jussanak hozzá a magyarok a nekik egyébként járó uniós forrásokhoz. Egyébként ez a számonkérő stílus, ezen a kifejezésen hadd menjek tovább. Ezek a küldöttségek nem abból a félreértelmezett szerepből táplálkoznak, hogy az Európai Parlament az egyfajta ilyen felettes szerve a tagállamoknak? De nyilván ők ebből az alapállásból indítanak. Ugye ezt ők arra alapítják, hogy az uniós költségvetés végrehajtása, annak a jogszerűsége, ellenőrzése az ő hatáskörükbe beletartozik. Ez, és ez kétségtelen, hogy az uniós szabályok erre lehetőséget adnak számukra, de hát itt még egyszer mondom, az alapmotiváció a leglényegesebb. Tehát egyrészt az, hogy milyen befolyás alatt működik ez az Európai Parlament úgy általában, illetőleg az, hogy azt se felejtsük el, hogy az európai intézményrendszeren belül a legkorruptabb intézményről van szó. Tehát most ez nem egy, hogy mondjam, a részemről egy egyéni vélemény, hanem ezt a évről évre ugye kiadott Olaf jelentések igazolják, hogy a valamennyi európai intézmény, európai szerv közül pont az Európai Parlament az, ahol a leggyakrabban fordulnak elő már csalás szintjét is elérő korrupciós esetek. Most ugye messze nem kell menni, már mindenki ismeri ezt az Eva Kaili féle maffiaszerű korrupciós működést, ami pontosan azt tárja föl, hogy milyen befolyások, külső üzleti politikai befolyásokat váltanak pénzre, ebből tesznek szert saját bevételekre, és ezeket az értékeket érvényesítik az Európai Parlament intézményén keresztül. Tehát rendkívül káros. De ugye itt van ez a Daniel Frein nevű képviselő, aki az Unia Spinelli csoportnak a vezetője pillanatnyilag. Ennek tagja Guy Verhofstadt, akivel kapcsolatban szintén korábban teljesen egyértelművé vált az, hogy üzleti érdekeket képvisel, sőt vállalkozásokban nagy nemzetközi cégek igazgatóságába ülve jár el olyan kérdésekben is, amik nyilvánvalóan érintik ezeknek a cégeknek az érdekeit. Tehát ebből a fókuszból kell őket nézni, és akkor látszik, hogy hát igen, ez egy ilyen szerv. Igen, ez egy érdekes jelenség egyébként, ha már a Verhofstadtot említi, hogy ő az európai parlamenti működése, munkálkodása, most képviseletet is mondhatnék, de az egy másik beszélgetés, hosszú beszélgetés tárgya lenne, szóval ő az európai parlamenti működése közben egyébként bent ülhet különböző mondjuk LNG gázt forgalmazó cégek igazgató tanácsában, de számon kéri a magyar kormány tagjait, hogy magyar politikai vezetés ne üljön bent mondjuk egyetemek kuratóriumaiban. Így van, de hát egyébként életveszély ez a helyzet. Tehát önmagában az, hogy ennyire kitett egy ilyen fontos európai intézmény annak, hogy külső befolyás alá kerüljön, akár üzleti, akár politikairól van szó, az életveszély, és ráadásul ugye a tendencia az, hogy követelnek maguknak most már jogszabály kezdeményezési
jogosítványokat, és egyáltalán, hogy szélesítsék a hatáskörét ennek az intézménynek, aki, meg még egyszer mondom, hát a korrupció az szinte, hogy mondjam, együtt jár az önműködésükkel. De ez egy érdekes dolog egyébként, és akkor most két dolgot hadd kössek össze. Daniel Freundot említette, ugye a német zöld LP képviselő mondta azt, hogy azért jöttek, hogy megnézzék, hogy Magyarország elvégezte-e a házi feladatát. Tehát egyrészt az a kérdés valóban, hogy adhat-e házi feladatot az LP a tagállamoknak, túl azon, amit egyébként minden tagállam a belépéskor szerződésben vállalt, hogy mit tesz azért, hogy az Európai Unió tagja lehessen. Nyilván ő a házi feladat alatt most azt értette, hogy a uniós költségvetésből a nekünk járó pénzekhez való hozzáféréshez szabott feltételeket, diktátumokat teljesítette Magyarország, és milyen mértékben teljesítette. És akkor itt jön a második része, igen, jó, hogy ezt a példát hozza föl, mert valóban akkor az kapcsolható be ebbe a küldöttségbe, hogy megközelíthető-e ez onnan, hogy ez a küldöttség valójában azért jött, de talán az előbb ön is említette ezt, hogy érveket keressen, meg érveket gyártson ahhoz, hogy amikor majd az Európai Bizottság azt mondja, hogy érkezhetnek az uniós források Magyarországra, mert a vállalásokat teljesítette a magyar jogalkotás, akkor ez az EP delegáció, illetve az általuk végzett tényfeltárás során született anyagok birtokában maga az Európai Parlament azt mondta, hogy a bizottság nem engedhetné a pénzek folyósítását, mert továbbra is vannak különböző problémák, amikért aggódni lehet Magyarországgal kapcsolatban. Pontosan ez a céljuk, így van, pontosan. Tehát, hogy az Európai Bizottság és a magyar kormány között kibontakozni látszó megegyezést, vagy hát legalábbis az uniós források egy részének a lehívásához szükséges intézkedések közös jóváhagyását, azt megakadályozzák, próbálják azt késleltetni, azzal szembe érveljenek. És mivel a tények nem támasztják alá az ő szándékaikat, ezért fogalmaznak meg ilyen prekoncepciókat, és ezért aztán tényleg megpróbálnak minden véleményt kialakítani, amivel kétejt tudnak támasztani, vagy hát azt gondolják, hogy ez alátámasztja azokat a véleményeket, hogy még mindig nincs itt az idő arra, hogy a magyarok hozzájussanak a nekik járó pénzekhez. Hogyha úgy kezdtük a beszélgetést, hogy hát az Európai Parlament az most már szinte kimondottan a lobby érdekek megfelelésének lázában égő intézmény, európai intézmény. Az európai, nem, van olyan pontja az európai jogalkotásnak, ennek a rendszernek, ennek az építménynek, ahol beavatkozva ez megállítható, vagy visszafordítható? Az európai parlamenti választásokban bízhatunk ezt. Különböző beszélgetésekbe félve hozom föl, mert nem tudom, hogy mi az alternatíva, vagy látszik-e politikai alternatívája most ennek. Az Európai Parlamentnek a hatásköre az rögzítve van az európai működés szabályozó dokumentumokban, tehát azok a jogalkotási lehetőségek, amik számukra rendelkezésre állnak, azokat csak ezekkel az alapszerződés módosításokkal lehetne esetleg átalakítani, mire esély gyakorlatilag nincsen. Miért nincs? Hát azért nincs, mert azt gondolom, hogy tehát itt hosszú évek óta, évtizedek óta alakult már ki éppen az a folyamat, hogy minél inkább szélesedett az Európai Parlamentnek a hatáskörre, nem hogy szűkült volna. És itt olyan, hogy mondjam, szövedéke van már ezeknek a politikai érdekeknek, pártpolitikai érdekeknek, amik ezt nem fogják lehetővé tenni. Tehát nem lesz egyhangú, nem tudom elképzelni, hogy olyan egyhangú tagállami döntés születhessen, ami gyakorlatilag ezt az európai parlamenti hatáskört átrendezni. Én nem látom ennek az esélyét, de lehet, hogy én nagyon messziről nézem ezt az egészet. Az, hogy az Európai Parlamentben pedig azok a politikai erők kerüljenek többségbe, akik, hogy mondjam, nélkülözik ezeket a motivációkat, amik most többségben vannak,
Hát az egy demokratikus megoldás lenne mindenképpen, de azért annak is vannak nehézségei. Tehát azért látható az, hogy vannak ugyan inkább a jobb oldal irányába, jobb oldal megerősödése irányába mutató jelek, de áttörő változást még azért talán nem lehet jósolni a tekintetbe sem. Eva Kaili ügye ilyen szempontból, meg hát annak a hálózatnak az ügye le van folytva az európai nyugaton? Hát Eva Kailinak az ügye az egy érdekes, hogy egyáltalán kipattanhatott, valószínűleg ott már olyan információ kiszivárgás történt, amit már nem lehetett megakadályozni. Aztán, hogy ez egyébként most akkor betakar-e más ügyeket, vagy nem, és ez elindít-e az Európai Parlament megtisztulásába bármilyen folyamatot, az egy nagy kérdés. Egyelőre nem úgy néz ki, vagy legalábbis ebbe kapkodás nincsen. Én nem látom azt, hogy most az Európai Parlamentnek a működése, sőt, tehát ez az egész lobby tervezeti működése, ez olyan radikális változást alá került volna, mint hogyha szépen lassan folydogálna minden ugyanúgy. Annyi, hogy hát egy-két ember az most ebbe belebukott, de... Ez a járulékos veszteség. Hát óvatosságra inti a többi európai parlamenti képviselőt. Igen, ugye kérdés, hogyha adott esetben nem kapja meg Magyarország a forrásokat, akkor van-e olyan fórum, ahol pert indíthat? Tehát van-e esély nyerni abban a vitában, inkább így kérdezem, hogy Brüsszel most már rutinszerűen össze nem kapcsolt ügyeket kezel egy kalap alatt, és hoz létre ügyek közötti függőséget az uniós forrásokért cserébe? Nem gondolom, hogy reális akármilyen jogorvoslati lehetőség ezzel kapcsolatban lehetne. Tehát eléggé kiszolgáltatott a helyzet a tekintetben. Tehát az Európai Bizottság, tehát ráadásul több szervet is érintő egyeztetések alá esik az egész folyamat. Tehát az Európai Bizottság, másrészt pedig a tanácsnak is ebbe mindenképpen szerepe van, jóváhagyása van. Tehát rengeteg olyan érdek bukkan föl, ami befolyásolja ezeket a döntéseket, vagy ezeknek a testületeknek a hozzáállását ehhez az egész kérdéshez. Tehát ez egy végsősorban egy politikai játszma, és eléggé kiszolgáltatott Magyarország, viszont azt gondolom, hogy egy óriási felkiáltójel az egész uniós intézményrendszernek a tagállamok irányába az, hogy ilyen előfordulhat. Tehát azt, amit most művelnek Magyarországgal, azért az azért nyilván más tagállamok szeme előtt zajlik, sőt főképp azért a közép- és kelet-európai tagállamokra gondolok, a kisebb tagállamokra, akik azért semmilyen biztosíték nincs, hogy nem esnek áldozatul akármikor, valamikor egy ugyanilyen eljárásnak. Ádám Attila ügyvédet, európai jogi szakértőt hallották az elmúlt percekben.